Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Szekszárdona a Pécsi Tudományegyetem I.S. Gyula gyakorlóiskolájának diákjai adtak zenés verses műsort. A gyerekek az 1848-49-es forradalom legfontosabb eseményeit elevenítették fel. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a szabadságharc kitörésének 174. évfordulóján arról beszélt, most 2022-ben is rengeteg veszély leselkedik az országra, mint a szomszédban zajló háború, az illegális migráció vagy az energiaválság. Éppen ezért ismét a magyarok összefogására van szükség, hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Nem szabad hagynunk, hogy idegen hatalmak hazánkat belesodorják a most zajló háborúba. Nekünk magyaroknak ebből a háborúból ki kell maradnunk. A történelem arra tanított bennünket, hogy nincs olyan ideológia, nincs olyan birodalmi érdek, amely számunkra, magyarok számára a háborút, a békétlenséget, az egymás elleni acsarkodást igazolná. Horváth István beszédében arról is szólt, most is hasonlóan 1848-hoz meg kell küzdeni az ország függetlenségéért, a magyarok szabadságáért. Meg kell védenünk nemzeti identitásunkat, keresztény hitünket, kultúránkat, gyermekeink jövőjét. A magyar érdek csak akkor tud érvényesülni, ha döntéseinket önállóan, külső kényszer nélkül magunk tudjuk meghozni, hiszen csak saját magunknak vagyunk mi a legfontosabbak. A küzdelem ma erről szól. A szekszárdi ünnepi megemlékezés a Béla király téren található forradalmi emlékmű megkoszorúzásával ért véget.